Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket! Ez itt a Kispad, a DSTV heti magazinja. Hírek, tudósítások, különlegességek a város sportéletéből. Tartsanak velünk! A listavezető Kaposvár két szorosabb és egy sima játszmában aratott 3-0-ás győzelmet a Dunajvárosi Központi Sportegyesület röplabdázói ellen az Extra Liga harmadik fordulójában. A vereség ellenére a dunajvárosi sportolók az első két játékrészben remek teljesítménnyel rukkoltak elő. Az Éllovas Kaposvár elleni hazai találkozón léptek pályára a DKSF felnőtt röplabdázói az Extraliga harmadik fordulójában november 1-én. Tomanóci Tibor fiatal együttese abban reménykedett, hogy sikerül megszorítani a vetélytársát, és az első szett elején nem csak tartották a lépést ellenfelükkel röplabdázóink, hanem 4-4 után átvették a vezetést, ám a játékrész végére fordított az ellenfél, és 21-25-re végül behúzta az első etapot. A második felvonásban is becsülettel küzdöttek a dunaújvárosi fiatalok, ám a Kaposvár rendre új erőre kapott, és végül szintén 21-25-ös eredménnyel zárták a szettet a csapatok. A harmadik etapra is harciasan álltak ki röplabdázóink, ám a vendégek egy 7-0-es sorozattal mattolták a hazai védelmet, így végül 15-21-es állással zárult a harmadik szett, beállítva ezzel a 3-0-ás végeredményt. A párharcot követően Tomanóci Tibor értékelte a játékosok teljesítményét. Tudtuk, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei. Én azt gondolom, hogy küzdeni tudásból tényleg jelesebb vizsgázott megint a csapat, voltak nagyon szép labdamenetek, voltak szép pontjaink, okos pontjaink, voltak már jó megoldásaink. Egyetlen egy dolog volt, megint a végjátékok ott a 20 környékén, megint elkezdtünk kicsit beragadni, megijedni, az ellenfél egy picit agresszívabb lett, kicsit felgyorsították a játékot, és nem tudtuk ugye lépést tartani velük. A harmadik szettben meg két állás vagy három állás is volt, ahol beragadtunk, úgyhogy ott esélytelenek voltunk sajnos. Úgyhogy készülünk tovább. Én azt gondolom, hogy arra két szettre kell építkezni, amit látunk az első két szettben. A vezetőedző hozzátette, elsősorban most az lesz a feladatuk, hogy jobban felkészüljenek a szettek végjátékaira, és kiküszöböljék az eddig tapasztalt hibákat. Én szerintem ez mind attól van, egy kicsit fiatalok is vagyunk, de már nem elég erre fogni, hanem inkább szerintem túl izguljuk, túl sietjük a végjátékokat, rohanunk, ahelyett, hogy türelmesek lennénk és koncentráltan végigcsinálnánk a dolgainkat, meg hát mi hibázunk. Ott mi hibázunk. Vagyunk fejfej mellett, biztos, hogy mi fogunk először hibázni. Egy rossz ütés, egy rossz feladás, két nyitás az első szedben, vagy a második szed végén. Azt hiszem két nyitást is elrontottunk 21-nél. Nem lehet. Nem lehet. Ha nem játszhatjuk az ellenfelet és nem kényszerítjük játékra, akkor könnyedén fognak nyerni. És nekünk ezt kell megtanulni, hogy a végjátékban ugyanúgy föl kell vállalni a saját játékunkat, ugyanúgy hittel és önbizalommal kell játszanunk, mint ahogy a szett elején, és ugyanazzal a figyelemmel, vagy sőt, jobb figyelemmel, mint amit szett közepéig játszunk. A vereség ellenére Tomanóci Tibor továbbra is bízik a tanítványaiban, és mint azt kiemelte, egy ilyen fiatal csapat még rendkívül sokat fejlődhet a jövőben. Nagyot küzdött, de az utolsó 10 percre elfáradt és végül 4-0-os vereséget szenvedett a bajnoki címvédő Csíkszereda elleni mérkőzésen a dunajvárosi acéldikák csapata október 31-én. Jégkorongozóink a tabella utolsó helyén várják a folytatást. Hazai környezetben a címvédő Csíkszereda elleni mérkőzéssel folytatta az Erste Liga alapszakaszát a dunaújvárosi acélbikák jégkorong csapata. A mérkőzés kezdetén a vendégek két gyors gólját követően valamelyest javult a dunaújvárosiak játéka, ám az első játékrészben csak a szépítésre volt lehetőség Kabatajev találata révén. 2-1-es csíkszeredai előnnyel zárult az első felvonás. A második játékrész valamivel kiegyenlítettebb párharcot hozott, amelyben hol a vendégek, hol pedig a dunaújvárosiak játszottak jobban. Ám a Csíkszereda így is az első félidei eredményhez hasonlóan 2-1-es eredménnyel zárta a középső szakaszt. A harmadik felvonásban aztán elfogyott a bikák ereje, és a vendégek egyre nagyobb előnyt építettek ki, amely végül meg is hozta a kívánt eredményt, és összesítésben 7-3-as eredménnyel zárták a küzdelmeket. A mérkőzést követően a vezetőedzők és Lóci Árpád játékos értékelték a pályán látottakat. We give them 2-0, and it's very hard to play against this opponent, it's a very good team. But we played very well after that. I think almost to the middle of the third period, but the last 10 minutes was really bad from us in the last period. But some part of the game was really good from us.
we must play 60 minutes, that's all. We cannot play against this team like 40 or 45 minutes. A siker ellenére Hozó Levente úgy fogalmazott, sokszor volt hullámzó a csapatjátéka. Igazából az első harmadban ugye kijöttünk, jött az a két gól utána, meg egy picit leálltunk. Tehát ilyen hullámzó volt a teljesítmény, de mikor kellett, akkor pengék voltunk és beittük a gólokat. Én úgy gondolom, ez a hullámzás, hogy jobban kell fókuszálni mindenre. Tehát a védekező zónánkban azért egy kicsit olyan szellős, még azért azzal nem vagyunk elégedettek, úgyhogy tudatában vagyunk és ezen dolgozunk, hogy az ellenfelet mindig kevesebb gólon tudjuk tartani. Következőben ezen fogunk dolgozni, kevesen is vagyunk, kell a játékosokat erőltetni, ugye olyan pozíciókba is játszanak, ami nem megszokott egyesekről, például a csatárainkat is be kell tegyük néha átvédbe. Lóci Árpád, az Acélbikák játékosa elmondta, a játékosok is érezték, hogy kissé nehezen indult a mérkőzés. Álltunk olyan jól bele a meccsbe, kellett egy-két gól ahhoz, hogy felpörögjünk, és játsszuk a játékunkat, keményen hajtsunk és küzdjünk. A végére pedig szerintem lehet, hogy egy kicsit a fáradtság bejöhetett, de egy hoki meccs az 60 percig tart, szóval az elejétől a végéig kell nyomnunk keményen, hogyha sikeresek szeretnénk lenni. Jégkorongozóink a vereséget követően november 21-én javíthatnak, hiszen Lau Gudesz tanítványai a Deac együttesét fogadják hazai környezetben. A Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség emléktornával tisztelgette korábban tragikusan fiatalon elhunyt sportolók Héger Ádám, Komáromi Ádám és Ádám Anita emlékét. A jeles eseményen Motyovszki Mátyás önkormányzati képviselő, az Ifjúsági Sport és Turisztikai Bizottság elnöke is részt vett. A Dunaújvárosi Sportcsarnokban rendeztek emléktornát a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség munkatársai október 31-én. A megemlékezéssel egybekötött sporteseményen férfi és női kategóriában is indultak a csapatok. A kezdeményezés részleteiről Motyovszki Mátyás önkormányzati képviselő Dunaújváros Ifjúsági Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke számolt be. Sajnos három olyan sportoló emlékére történik ez a mai nap, akik tragikusan korán hagytak el minket, és mindenük volt a foci. Ezért maga a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség is úgy gondolta, hogy mint egyébként több más sportágban és több más esetben is, kötelező feladatának érzi azt, hogy megemlékezzenek ezekről a sportolókról, és ennek jegyében rendezték meg ezt a mai emléktornát, amin 8 férfi és 5 női csapat indult el, ami azt gondolom, hogy nagyon jó jelzi azt, hogy a sportolók is, a családtagokon kívül nyilván is a Dunaújvárosi Piszkiltől viselik ezeket a emberi sorsokat, illetve azt, hogy emlékezzünk ezekre a sportolókra. Motyovszki Mátyás hozzátette, az esemény kapcsán örömteli megjegyezni, hogy a városlakók a szívükön viselik a dunaújvárosi sportolókat. Ilyenkor két érzés van az emberben, természetesen a legerősebb érzés az, hogy mennyire sajnáljuk ezeket a fiatalon elhunyt sportolókat, de a másik pedig a felemelő érzés az, hogy igen, ápoljuk a hagyományainkat, emlékezzünk rájuk, és különösen az ő sportágukban emlékezünk meg egy sporteseménnyel, az ő munkásságukról, sporttevékenységükről. A rendezvényen Petrás Gábor köszönetet mondott az esemény támogatóinak is. Most minden nagyon nehéz, főleg ezekben az időszakokban, amikor ugye látjuk, hogy milyen szabályok, jogszabályok jönnek egyik napról a másik napra. Szerencsénkre még ezt a rendezvényt biztonságosan meg tudjuk rendezni, és köszönjük az önkormányzatnak a támogatását, illetve a DKK-nak, hogy biztosította a nagytermet, illetve a kistermet erre a napra. Úgyhogy nagy munka volt, de itt vagyunk, 8 fiú csapatunk van, 5 vidéki, illetve egy ugye dunaújvárosi lánycsapat, úgyhogy teljes a paletta, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy meg tudjuk szervezni ezt az emléktornát. Most hamarosan megemlékezünk az aulába, görög katolikus pap fog érkezni, aki egy pár gondolatot fog mondani a családnak és nekünk játékosoknak, és utána egy-két perces gyászszünettel megemlékezünk barátainkra, és utána folytatódnak a küzdelmek. A lányoknál ugye csoportmérkőzések során dőlnek el a helyezések sorsa, a fiúknál meg a kialakult csoportmérkőzések után keresztmérkőzések, és úgy megyünk el egészen a döntőig, úgyhogy délután 14 óra 30 perckor már döntőt fogunk játszani. Petrás Gábor úgy fogalmazott, a játékosokat az emlékezés és a sporták szeretete teszi egy nagy családdá. Egykori barátainkat vesztettük el, mind a hárman ugye a labdarúgást választották, mint sport, és nagyon közel álltak hozzánk, és úgy gondolom, hogy ez a rendezvény
ez látszik is, hogy mennyire mélységes, és mennyire tisztelik egymást a csapatok, az ellenfelek megállnak. Egy-egy, akár egy játékvezetői rossz döntés után megállnak, hiszen a játékvezető is hibázik, és ez a torna, ez, ennek az eredményessége is az, hogy egy kicsit a napközben meg fogunk állni, emlékezünk az aulába egykori barátainkra, és talán ez tesz minket egy nagy családdá. Petrás Gábor kiemelte, mind a városvezetés, mind pedig a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség számára kiemelten fontos, hogy méltóképp emlékezzenek meg az egykori dunaújvárosi sportolókról. Nagyot küzdött, és a vártnál nehezebben csikarta ki a győzelmet Érden a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata. Együttesünk 29-26-os végeredménnyel hozta el a bajnoki pontokat. A sereghajtó Érd vendégeként lépett pályára a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt női együttese az NB1 hatodik fordulójában október 29-én. Kézilabdázóink már a mérkőzés kezdetén magukhoz ragadták a kezdeményezést, ám a kielezett párharcot egy hajszállal így is az érdiek nyerték, és a csapatok 15-14-es állással vonultak a szünetre. A fordulást követően mind támadásban, mind pedig védekezésben javulnia kellett a dunaújvárosiak játékának, amely végül így is lett, és bár az ellenfél sokáig nem akart leszakadni, néhány percet kettős ember hátrányban játszva is jól tartotta magát együttesünk, amely végül a vártnál nagyobb küzdelem árán ugyan, de 26-29-es eredményük révén elhozta Érdről a bajnoki pontokat. A mérkőzést követően egy sajtótájékoztató részeként értékeltek a csapatok képviselői. Nem volt egy közönség szórakoztató mérkőzés, kézilabdának csúfoltunk valamit, küzdött mind a két csapat, inkább a harcosság küzdőszellem dominált, mindent elmond, hogy nem tudom, meg kell néznünk a statisztikát, de a góloknak lehet, hogy a fele az 7 méteresekből van, vagy itt a másik félidőben volt olyan szakasz, amikor olyan volt, mintha egy büntető párbaj lenne, és nagyon lassan telt az idő, alig vártuk már, hogy amikor vezetünk, hogy peregjen az óra, mert nagyon nehéz mérkőzés volt, nagyon felkészült az Érd, és nagyon jól küzdöttek. Nem tudom megmondani egyébként, hogy hol nyertük meg a mérkőzést. Valószínűleg talán a küzdőszellemet tudtuk még egy picit jobban kitolni, és itt az utolsó 10 percben volt mondjuk 2 vagy 3 olyan kikényszerített lövés, amit két kézzel tudott fogni a kapusunk, és tudtunk belőle egy-két könnyű gólt lőni. Talán itt most így hirtelen, amit mondanék. A csapatomnak gratulálok, hogy megmutatták, hogy van szívük és tartásuk. Ez már ugye látszódott a Fradi elleni mérkőzésen is. Azért 4 vereség után nem egyszerű kézilabdázni. Nagyon nagy szükségünk volt erre a két pontra. Most a legfontosabb a két pont, nem pedig az, hogy az milyen játékkal sikerült. Úgyhogy gratulálok az Érdnek is, mert 60 percen keresztül nagyon küzdöttek, és helyenként jól is játszottak. De gratulálok az én csapatomnak is. Kazai Anita a mérkőzés kapcsán úgy fogalmazott, talán a 60. perc környékén rajzolódott ki igazán a győzelem. Az Atival tudok egyetérteni, így kavarognak bennem a gondolatok, ha őszinte akarok lenni, akkor így teljes káosz volt a mérkőzés, de hál' Istennek a vége az pozitív lett a 60. percre. Őszintén én sem tudom, hogy hol nyertük meg, talán ott a végén volt egy-két jobb megoldásunk, vagy szerencsénk egy-két olyan lepattanó sáncról, vagy kipattan, ami hozzánk jött, de ez beírható annak a számlájára is, hogy küzdöttünk, hajtottunk, és akkor mellénk állt a szerencse. Azt gondolom, hogy egyetlen percig nem adtuk fel, és az Érd az megnehezítette a dolgunkat, de tényleg a szívünk a helyén volt, és ez döntött, azt gondolom, hogy a két pont a miénk. Horváth Roland, az érdiek vezetőedzője kiemelte, bár a küzdeni akarás rendben volt, a DKKA ellen ennél sokkal többre lett volna szükség. Senki nem tudja, hol nyertétek a meccset, akkor segítek. Az egyik az nálunk a kapus teljesítmény, ami ez nem kapus teljesítmény, a másikban a szél, amelyik poszton mi azokban a szituációban nem tudtuk értékesíteni a helyzeteinket. Ennyi szélszert szélről ilyen kapus teljesítmény mi nem engedhetünk meg magunknak. Tehát, és sokszor mondom, ilyen csapatot, mint az Újváros, extrálisban kell nekünk ahhoz kézlabdázni, hogy megverjük. Voltak is, tehát meg is dicsértem őket, mert szépen küzdöttek, harcoltak, nem is erről van szó. Vannak viszont emberkék, akik azt gondolják, hogy ez elég,
a magyar NB1-ben is nem elég, nem értük meg, hogy nem elég, ennél sokkal több kell egy, pontosan így van, egy pici védés már van hátul, egy pici segítség van, egy teljesen más előre menni támadni, amikor tudom azt, hogy van mögöttem valaki, amikor sok a gól és nincs mögötte olyan tartalom, akkor borzasztóan el tud keseredni, főleg egy ilyen fiatal társaság, mint az enyém. Még annyi az Újváros javára szolgál, így van, itt mind a kettő fél borzasztóan küzdött ezért a két pontért, talán még azért a rutint is oda tudom tenni arra az oldalra, hisz azért olyan megért kézlabdázók vannak, ami irigylésre méltó. Gratulálok az Újvárosnak a pontszerzéshez, a két ponthoz, és további sok sikert kívánok nekik. A hazaiak játékosa Szabó Kitti elmondta, az egyéni hibák döntötték el a mérkőzés végkimenetelét. Először szeretnék gratulálni a Dunai Város csapatának. Én nagyon csalódott vagyok, hiszen úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésen végig küzdöttünk, partiba voltunk a utolsó percekig, és a végjátékban hibáztunk zicsereket, illetve hátul is. Kézilabdázóink legközelebb november 21-én lépnek pályára hazai környezetben, ahol az MTK Budapest csapata ellen folytatják az NB1-es pontvadászatot. Kedves nézőink, Önök a DSTV Kispa című műsorát látták. Korábbi adásainkat és ezt a mait is visszanézhetik a www.dstv.hu honlapon keresztül, valamint ajánlom, látogassanak el YouTube, Facebook és Instagram oldalainkra. Munkatársaimmal együtt várjuk Önöket jövő héten is, ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!